A rámszakadék a legpopulárisabb túraútvonal a mozgásvilágon, ezért úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk és egy videóval megmutatjuk nektek. Kiinduló pontnak a legjobb a Dömösi révnél lévő kis parkoló, akkor, hogyha van még hely. Ha nincs hely, akkor viszont innen egy nagyon éles kanyar után egy kb. 200 méterrel egy fizetős parkoló található, ott tudtok megállni. Kicserezni a rendszert nem érdemes, és nem is lehet, hiszen sorompóval zárják, és ha mégis elslisszolsz mellette, akkor súlyos büntetésekre számíthatsz. Úgyhogy sajnos a túrába bele kell kalkulálni azt az első betonos, aszfaltos szakaszt, amit a falun keresztül kell megtenni. A parkoló a községháza előtt található, és az útvonalat pedig a Szőkeforrás étterem mentén kezdjük el. Munkaszüneti napokon, jó időben, hétvégenként bizony tömeg alakulhat ki, legalább olyan, mint amilyen egyébként a Rákóczi úton csúcsidőben. A rámszakadékig vezető úton a faluban nagyon sok érdekes pont van, ahol meg lehet állni, mint például ez a fagyizó, vagy pedig ez az állatsimogató. A gurmanok, a fáradtak, az éhesek, a szomjasok pedig akár odafelé is, de leginkább visszafele mindenképp álljanak meg a vadfaló nevezetű imbisz helységben. Felfedeztem egy új helyet, kürtös kalácsos fagyizós. A rámszakadék felé hamarosan elérjük a prédikáló széki leágazást, ahol egyébként egy kis fakápolna is áll. Ha már itt járunk, akkor nincs messze a rámszakadéknak a kezdete. A Lukács árok leágazás után nem sokkal meg is érkezünk a rámszakadék kezdetét jelentő táblákhoz. Itt van egy kis piknik terület, le lehet ülni, pihenni az asztalokhoz, enni, inni, feltöltődni, mielőtt nekivágunk a nagy kalandnak. Hoppá! Kicsit majdnem fejre estem. Biztos, hogy bőségesen lesz víz a mederben, hogyha nem teljesen száraz időszakba jöttök, úgyhogy úgy kell készülni lábbelével, ruházattal, hogyha lehet vízálló legyen, vagy pedig legyen olyan, amiben nem zavar, hogyha átásztok. És a jó lábbeli bakancs nem elég, még egy dolog feltétlen szükséges, a szúnyogriasztó spray. Fontos info, hogy az ilyen helyeken, viafelrátákon, fettestelyeken vagy például rámszakadékban is van egy bevett gyakorlat, lehet, hogy szabály is. Ez az ösvény bizony egyirányú. Gyakran lehet találkozni olyan cool laza csávókkal, akik viccből fordítva teljesítik a távot, ami nyilván megoldható, csak hát főleg, hogyha sokan vannak, akkor iszonyú zavaró, mert feltartja a többieket, és hogyha pont a létrán találkoztok középen, akkor még veszélyes, zavaró is lehet. Útközben forrással is találkozhatunk,
A vízminőség gyanítom kiváló, bár nem vagyok benne biztos, inkább nézzetek utána, hogy mennyire iható ez a víz. Én azért megkóstolom. Nem is rossz. A magyar Evian. Na, itt is van az első korlátos szakasz. Igazán könnyen teljesíthető, egy kis odafigyelést igényel, mert hát nyilván csúsznak ezek a fránya kövek, úgyhogy lehet, hogy le is rakom ezt a kamerát. Na, meg vagyok. Túléltem. Bár egy helyen beakadt a zsinór. Érdemes odafigyelni. A rámszakadék legnagyobb mélysége 35 méter, legkisebb szélessége pedig 3 méter egyes helyeken. Ha netán-tán útközben meggondoljátok magatokat, nem érdemes megpróbálni kimászni oldalt. Volt már csúnya baleset is belőle. Inkább forduljatok vissza, és óvatosan figyelve a többiekre sasszézzatok ki. Na most mit csináljak? Beleugorjak a vízbe, vagy itt a csúszóson menjek. Hát, maradjon a csúszós. Kicsit összetorlódtak a fácskák. A rámszakadék egyébként egy szurdokvölgy, és mint minden szurdokvölgy, heves esőzések alatt igen veszélyesek tudnak lenni. A környékben az összes víz itt folyik le, és ez aztán komoly károkat tud okozni, mint a felvételen is látható. Úgyhogy egy villám, vihar felőszakadás alatt ne akarjunk itt lenni. Katasztrófa turizmus! Egyébként az erdészek igen jó fejek, mint látható, egy-egy beomlás után megtisztítják a medret, hogy járható legyen, és még ilyen kis lépcsőket is elhelyeznek nekünk. A szurdok leglátványosabb része, ez a létra, vízeséssel együtt. Juhú! Ha még több víz lenne benne, akkor bizony magunk is kapnánk a frissítő zuhanyból.
van még egy pár létrás szakasz. Mindenképp érdemes olyankor jönni, amikor több a víz, akkor hűsítő, frissítő és látványos ez a szakasz. Ha esetleg nem lenne elég nyilvánvaló, hogy merre kell menni magukból a korlátokból, akkor még a kőbabák is segítenek az eligazodásban. Úgy nézem, megint szükségem lesz a kezemre, ideiglenesen elbúcsúzunk. Kedvenc szakaszom a kifejezetten alacsony termetőeknek megépített korlátos rész. Persze ez írtószar humor, igazából a hordalék feltöltötte a medret. És a korlát, ami eredetileg a fogózkodáshoz lett tervezve, boka magasságban mutatja az utat. Ha elértük a lépcsős szakaszt, akkor sajnos véget ért az izgalmas rész. Kiértünk a szurdokból, viszont a megpróbáltatásaink még nem értek véget. Jó meredek szakasz következik, azért van lépcső, és utána a Lukácsákon keresztül tudunk visszajutni a kiinduló ponthoz. És ez tényleg igaz. Szóval, visszafelé már a Lukácsárkon tudunk lefelé botorkálni. Viszonylag könnyű, kényelmes út. Helyenként azért meredek, de ez már technikai tudást nem igényel. Nézd, valaki idegörgette ezt a kis kavicsot.